gyorsan tennünk kell valamit. Ez a kanapé egy időzített bomba. Megtaláltad a bombámat? Mi? Semmi. Szemmel tartom a helyzetet. Még senki nem ült rá, habár szélsőséges módszereket kellett bevetnem. És ilyen érzés, ha az ember támadó az NBA-ben. Kösz a tippet. Megjöttem. Minden rendben? Hát persze. Mit hallott? Úgy értem, természetesen. Igen, ne üljön le oda! Miért? Azért, mert manapság már nagyon sokan fitnesslabdán ülnek. Nagyon hasznos, mert megerősíti a belső izmokat. Igen. Nos, én megegyeztem a belső izmaimmal. Ha nem bántom őket, nem bántanak engem. Látja? Edzeni kéne. A labdán kéne ülnie. Hé, nyugi! Csak ki akarom zárni Cleo-t a mi tér felünkről. Mert ha valaki megközelíti a mi tér felünket, ezzel kell megbirkóznia. A kínos csenddel. Úgy tervezem, hogy egy lézersugárral elijeszti. Gyerünk. Ezt módosítom. Hé, tréfáljuk meg Pestót. Hoztam valami finom meleget az ablaka alá. Ne már, Crash, ez undorító. Tudom, hiszen brokkoli. Nem adnál neki esélyt? Annyi közös dolog van bennetek. Tényleg? Pesto is szereti ezt? Na? Nem. Na jó. Tudom, elsírja magát egy gyönyörű naplemente láttán? Igen, persze. Azt mondod, igen? Azt akarod, hogy egy ovissal barátkozzam? Hová tűnt a nap? És ha vissza se jön? Váját, undorító vagy. Nyisd ki az ablakot. Crash hozott egy zacskó főtt brokkolit. Persze, fogd a brokkolira. A tested szörnyű dolgokat művel, uralkodj rajta. Nem viccelek, szivatni akarja Pestót. Még mindig utálják egymást? Igen. És ha kényszerítenéd őket, hogy legyenek együtt, ahogy anya csinálta velünk? Hát, ha beleúnak, hogy utálják egymást, és végül kibékülnének. Uralkodj a szagodon, hogy ne kelljen éjszaka leborotválnom a szemöldöködet.